Áldás békesség, szeretettel köszöntelek benneteket. Körülbelül 4 évvel ezelőtt tartottam utoljára áhítatot még a református templomban, ami tele volt, és tisztán lehetett látni egymás arcát. Hát ez most nem így van, sajnos. Ez akkor volt, mielőtt még a Jóisten egy óriási csodát tett velem, és elküldte hozzám a kislányomat, akit nagyon-nagyon régóta vártam. És sok megpróbáltatás, küzdés, akarás volt az ezt megelőző időszakban több életterületen is. És akkor kaptam meg a legnagyobb ajándékot, amit egyáltalán kapni lehet ebben a földi életben, amikor végre feladtam ezt a hihetetlenül erős küzdelmet. És nem a feladás érzése volt bennem, hanem az elfáradással együtt annak a szabadságnak a megtapasztalása, hogy bár látszólag bezáródott minden kapu az egyik irányban, de megengedtem, hogy megtörténjen, aminek Isten akarata szerint meg kellett történnie bármilyen más módon. És ez az a mondat a mi atyánkból, amit megtapasztaltam, hogy legyen meg a te akaratod. És emlékszem az utolsó áhítaton, a volt osztályom egyik kirándulásáról vetítettem ki egy képet, amin látható volt az egyik kislány, aki a magasban kötelek között úszik át, az egyik csőszerű formából a másikba. Ez a Match Extreme-ben volt, most nem tudom ezt megmutatni nektek, de talán el tudjátok képzelni. Ami fontos volt ezen a képen, az tulajdonképpen az ő tekintete. Nem nézett le, hanem egyenesen előre, és szinte nem is látta, csak érzékelte a maga biztosságával, hogy hova kell tenni a lábát. Két igét választottam ki a mai alkalomra, mert mindkettőt nagyon szeretem, és első körben igazából nem tudtam eldönteni, hogy melyiket válasszam, és éppen ezért mind a kettőt elhoztam. És arra jöttem rá, hogyha egymás után olvasom őket, akkor tulajdonképpen olyan, mintha összetartoznának, mintha válaszolnának egymásra. Az első így hangzik, mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ez Pál második levele Timóteushoz, az első rész 7. verse. Sokszor elhangzik mostanában. És a másik pedig, mint egy válasz erre, tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukat szolgálja. Ez a Róma beliekhez írt levél 8. részéből a 28. vers. Máskor is volt már olyan, hogy azt éltük meg, hogy túl nagy a zaj körülöttünk, hogy zavaros történések vannak a világban. De most olyasmit tapasztalunk, ami mindannyiunkat érint, és alapokban megváltoztatja a mindennapi életünket. Majdnem minden vallás irányzat bölcselet azt tanítja, hogy csendesedj el, figyelj a szívedre, figyelj Isten hangjára, a lelkiismeretet hangjára. Tiszteld meg magad azzal, hogy adsz magadnak időt, lehetőséget, nyugalmat arra, hogy jól dönts. Hogy ne vigyenek el a zajos hangok az információ áradat. Nem hiába volt az sem, hogy Jézus a nagy megpróbáltatások előtt elvonult egyedül a pusztában 40 napra. És ezt a belső elvonulást, ezt mi is tudjuk gyakorolni most, húsvét előtt a bőti időszakban. Nyilván nem azt, hogy kivonunk a pusztába, de egyfajta belső elcsendesedést, belső időt, ezt meg tudunk élni, és ezt biztosítani tudjuk magunknak. Egy rövidke történettel szeretném folytatni. Történt egyszer, hogy egy bölcs ember, akit sokan mesterüknek tekintettek, egy hosszabb elvonulás után találkozott egy fiatalabb tanítványával egy forgalmas városban. Sétáltak, beszélgettek. Hirtelen a bölcs idős ember megállt, és azt mondta. Hallok egy tücsköt. Az nem lehet, mondta a barátja. Ekkor a zajban hogyan lehetne meghalani egy tücsköt? Biztos vagyok benne, hallottam egy tücsköt. Ez őrültség, mondta újra. Az öreg viszont egy ideig türelmesen figyelt, majd elindult az utca másik oldalára, ahol néhány bokor nőtt. Az ágak között tényleg megtalálta a tücsköt. A barátja állalása, ez lehetetlen. Neked természet fölötti hallásod van. Nem, válaszolt az idősebb. Az én fülem semmiben sem különbözik a tiédtől. A dolog csak azon múlik, hogy mire figyelsz jobban.
Ez lehetetlen. Én sose hallanék meg egy tücsköt ilyen zajban. Nem, nem lehetetlen, erősítette tovább. Az egész csak azon múlik, hogy mi a legfontosabb neked. Persze ez egy tanmese, de azért szeretjük őket, mert nagyon egyszerű és nagyon erős igazságokra mutatnak rá. Mutat rá. Visszautalnék az előbb említett képre a kirándulásról. A kislány most már nem is olyan kicsi, Messike, remélem nem bánod, hogyha kimondom a nevedet, nem arra összpontosított, hogy mekkora mélység tátong alatta, hanem arra figyelt, nem is arra figyelt, hogy inog az egész szerkezet, hogy hatalmas lyukak tátonganak a kötélből font útvonalon, hanem lassan, de magabiztosan felemelt fejjel haladt előre. Őszintén hitt és bízott benne, hogy sikerülni fog. Ezek egyszerű kis példák. Hol van ma a figyelmünk? Mire figyelünk jobban? Mitől félünk? Valós-e ez a félelem? Mi befektetünk energiát? A cselekedeteinket, az mi motiválja? Attól, hogy keresztény vagyok, még nem biztos, hogy az életem minden szakaszában egészséges vagyok, hogy jól mennek a dolgaim, hogy mindenki támogat, hogy nincsenek anyagi gondjaim. Újra és újra megtapasztalhatjuk azokat az élethelyzeteket, amiknek a leckét még nem tanultuk meg. Hogyha rosszul döntöttünk, vagy téves következtetéseket vontunk le, vagy éppen túl sok a zaj, túl nagy az információ áradat, mint manapság. Újra és újra meg kell erősödnünk hitünkben, és Isten felé fordítani a figyelmünket. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Mert hiszen tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukat szolgálja. A Bibliában a legtöbbször elhangzó tanács az, hogy ne félj. Nem kell szégyelni azt, hogy néha félünk, hogy elgyengülünk, vagy segítséget kell kérnünk. Ez teljesen normális és emberi. Szeretem felhozni példának a nagy prófétákat, akik szintén féltek, és megkérdőjelezték, hogy alkalmasak-e arra a feladatra, amit Isten adott nekik. Ott van Mózes, aki azt mondta, hogy ő nem alkalmas arra, hogy a népéhez szóljon. Aztán mégis a legnagyobb tetteket hajtotta végre. Vagy ott van Jónás, aki el akart menekülni a feladat elől, és még sorolhatnám. Mindannyiunknak más és más feladata van, amit a Jóisten kiszabott rá, és vannak közös feladataink és céljaink is. Óriási erőt és hitet tud adni az, ha megéljük a valóságban, hogy minden a javunkra válik. Még a nehéz helyzetek is, még az is, ha nagyon fáj. Sokszor hallottam már olyan emberektől, akik nagyon betegek voltak, hogy abban az időszakban tértek vissza Istenhez, és volt idejük átgondolni azokat a dolgokat, amikkel eddig nem tudtak foglalkozni, mert elterelte a figyelmüket valami más. Gondolj csak végig, hogy hányszor volt olyan helyzet az életedben, hogy először nem tudtad, mit fogsz kezdeni vele, hogy túl nehéz, hogy egyedül vagy, aztán végül mégis lett megoldása, vagy egy olyan megoldása, amire nem számítottál. És ha mégis egy olyan helyzet vagy állapot áll elő, amit önerődből vagy emberi segítséggel nem tudsz megoldani, mennyivel könnyebb átadni akkor Istennek a megoldást, mint folyamatosan arra vesztegetni az erőt, az időt, a figyelmet, hogy csak ezzel foglalkozol. Mennyivel könnyebb és mennyivel jobban esik a testnek, a léleknek egyaránt, ha hálás vagy Istennek a jó dolgokért, a tapasztalatokért az életedben, ha hálás vagy a családodért, a barátaidért, az egészségedért. Mennyivel jobb érzés hinni benne, hogy mindennek értelme és Isten szerint jó célja van. Hiszen akik Istent szeretik, tudják, hogy mindennek egy számunkra időnként átláthatatlan célja van, de ami majd végül Isten megvalósult terve lesz. És ez egy óriási nyugalmat és biztonságot ad. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Szeretném, hogyha közösen elmondanánk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Áldás békességet.